Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntöm Önöket. A Dental World ebben az évben különleges lehetőségekkel ajándékoz meg minket, mégpedig az online továbbképzések megteremtésével, ezeknek széles körű elterjesztésével. Azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon érdekes lehetőség, és valóban lehetőség, hiszen úgy tűnik, hogy sokkal több emberhez eljuthat a mondani valónk, mint ennélkül. A mai napon egy kimondottan érdekes témát szeretnék önöknek bemutatni, ez pedig a szupererős restaurációknak a kérdése lesz. Nevezetesen, ami az egyik legnehezebb feladat a konzerváló fogászatban, hogyan tudjuk az MOD kavitásokat igazán erősíteni. Mindannyian tudjuk, hogy egy látni fogják, ha meghallgatják Peti barátom előadását, hogy ez másképp is kinézhet. A flow alkalmazása hihetetlen módon befolyásolja azt, hogy ez az eredmény mekkora lesz. Ez az az előadás, amiről beszélek. Nos, egy idő után rájöttek, hogy az adhéziót nagyon szépen meg lehet támogatni még másképpen is, tehát nem csak úgy, hogy a ribbondrostokat ide helyezzük be, hanem egy úgynevezett szuboklúzális réteggel. És ennek a behelyezése már figyelmet és gyakorlatságot kíván azért, mert nagyon könnyen eshetünk abba a hibába, hogy a tömés beigazításakor ezekből a területekből el kell vegyünk, és exponálódik a rost. Tehát ez így az ábrán nagyon szépen néz ki, a gyakorlatban mindig mélyebbre kell helyezni, mint ahogy elsőre gondoltuk. Akkor nagyon hatásos tud lenni. De akárhogy is nézem, egy ilyen esetben, hogyha megnézzük azt, hogy erre a csücsökre egy ilyen irányú döntő erő hat, ezen a területen még mindig csak az adhézió fog ellenállni a hajlító erőknek. Ha ez az adhézió erős, akkor klassz, sokáig fog tartani a dolog. Ha ez az adhéziós erő egy kicsit gyengébb, akkor problémás lesz az egész helyzet. És itt lehet látni egy nagyon jó